Egységes Istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szittya hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívüli s régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csoda szarvasunknak követjük futását, hunort s magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha e kard kezünkben senkitől sem félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, ide tértek vissza álmos s fia Árpád. Áhítjuk óvó szent magyar koronánkat, ha ős fényben ragyog, ránk senki sem támad. Örök Magyarország, sosem maradsz árva. Mitől hitelesek ezek a turul ábrázolások? Nos hát röviden a szakmai magyarázata annyi, hogy Bálint Csanád felvetette a kérdést, írt egy jó nagy könyvet, méretét tekintve hatalmas könyvet, a Nagyszent Miklósi kincsről, és ott valahol egy mellékvágányon megemlítette, hogy László Gyula és néhányan a honfoglaláskori turul ábrázolások némelyiket, például amik itt látszik, turul ábrázolásnak mondják. Pedig hát honnan lehet azt tudni, mondja ő, hogy ez turul, és nem csak egyszerűen egy ragadozó matár. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdés az jogos. Igaz, hogy érzek benne egy kicsit olyan a magyar hagyomány elleni kételkedést, vagy többet ne is mondjuk. De arra jó volt ez a kérdés, hogy elgondolkozzam rajta, és sikerült megtalálnom a választ. Hát az a különbség egy ragadozó madár ábrázolás és egy turul ábrázolás között, hogy az egyiken nincsenek székelyrovás jelek, a másikon pedig vannak. Pontosabban nem székelyrovás jelek, mert ezeket általában egy hangot jelölő betűként kezelik, pedig a mostani ismert székely írásemlékekben is vannak szótag és mondatjelek, csak ezekről nem szeretnek beszélni a szakértők, mert nem értik. Hogy lehet ilyen? Hát úgy, hogy a székelyírás régebbi a latin írásnál is, meg a sémi írásoknál is, sokkal régebbi, és hát eredeti szó és mondatjeleink vannak. Ez nem tény, ezek ismert emlékekben vannak benne, csak úgy beszélnek róluk, mint több hangértékű jelek. Hát most mi a szó, ha nem több hang? Tehát, de a szójelt azt nem merik kimondani, azt Isten káromlásnak érzik. És például megkérdeztem Vásári Istvántól, hogy tisztelt professzor úr, az ELTE-n tartott előadása után, ön szerint hány jele van a székelyírásnak? Azt mondja, lehet, vagy 30-40. Hát ugye elég pontatlan válasz. És akkor visszakérdeztem, akkor miért van az, hogy Telegdi János 1598-ban írt Rudimenta című kis munkájában, 65 jelünket sorolta fel, csoportokra bontva, egy hangot jelölő betűk, azokat is mással hangzók, magánhangzókra csoportosítva, aztán a szótagjelek, és a végén a capita dictionum, ami valójában a szó- és mondatjelek kategóriája. Azt mondja, a többi nem érdekes. Tehát ez az akadémikus tudomány, de a tudományt így idézőjelben, álláspontja, hogy a székelyírást, ha lehet, csak alfabetikusként kezeljük, ne törődjünk a többivel. Na most hát én ilyen kis makacs ember vagyok, nem jártam egyetemen, nem tudták a fejembe verni a hülyeséget. És ezeket a turul ábrázolásokat vizsgálva, Bálint Csanád kérdésének is köszönhetően, felfedeztem, hogy
mint olyan sok más minden tárgyon is, például a hímes tojásokon, a perzsa szőnyegeken, vagy a festett ládáinkon, a kopjafáinkon, stb. Ott vannak a székelyírás megfelelői. De azokat nem lehet alfabetikusan, tehát egy hangot jelölő betűkként elolvasni, azok szójelek, szó vagy mondatjelek. És hát ugye arra is rájöttem, hogy ez a magyar hieroglif írás, így neveztem el ezeket a régi szójeleket, mert aki ismeri a székely rovás jeleket, az megdöbbenve áll ezek előtt, és nem tud vele mit kezdeni. Hát persze, mert betűzni akarja, és úgy nem megy. És hát persze a jelek is sokkal szebbek, érdekesebbek. Ha elolvassa valaki a nagyoknak az írásait, hogy milyen írásfordozókat használ a székely írás, hát nincs benne, hogy aranyból, meg drága kövekből is lehet betűket vagy jeleket csinálni. Hát ez egy kicsit más. Mint ahogy az egyiptomiaknak is három írása van, van egy hieroglifikus írásuk, aztán van a hieratikus, meg a démotikus, amelyeket hétköznapra használtak, az utóbbi kettőt, az előzőt pedig díszes, ünnepélyes célokra. Hát nálunk is ez a helyzet. A hieroglif írásunkat ünnepélyes alkalmakra tartogatták. Mellesleg ma is a fazekasok, ha archaikus díszítéseket alkalmaznak, akkor ezeket a hieroglifikus mondat, szó és mondatjeleket festik a köcsögökre, csak már nem tudnak róla. De némelyiket szépen el lehet olvasni ennek ellenére. No, lényeg az, hogy Bálint Csanád kérdésére, hogy kell valami ismertető jel, ami megkülönbözteti a turulokat, hát az az ismertető jel, hogy ezeket a székely írás előzményét képező magyar hieroglifákat találjuk rajtuk. De miért? Azért, mert ezt a hieroglif írást, ezt nagyon régen találták fel, körülbelül 50 ezer évvel ezelőtt. Ezt onnan lehet tudni, nincsenek 50 ezer éves írásemlékeink, ezt előre bocsátom, a legrégebbi írásemlékek, amelyeket európai barlangokban találtak, és Varga Csaba mutatott be egyébként, azok 30-valahány ezer évesek. Az is borzasztó régi, és Varga Csaba után 10 évvel a nyugat-európai régészek is rájöttek, hogy tényleg, hát ezeket a barlangrajzokat régen ismerjük, de azokkal a kis krikszkrakszokkal nem törődtünk. És akkor hát valójában azzal is kell, mert azok bizony írásjelek. Tehát 30-valahány ezer éves írásjeleket ismerünk, nem tudjuk elolvasni. Azt nem állítom, hogy el tudjuk olvasni, de van. A legrégebbi az 60-70 ezer éves Dél-Afrikából került elő. Én nem mondanám írásnak, lehet, hogy az inkább csak ilyen medvekaparás, vagy valami hasonló. De hát a régészek szeretik írásnak mondani. Tehát ennek a híre megjelent az Élet és Tudományban is. Amikor megjelent, akkor az én cikkem már vagy 10 éve ott hevert az íróasztal fiókba. A főszerkesztők közben cserélődtek, a cikk az maradt. Ha a magyarok akarnak régi írással dicsekedni, azt nem közlik. Ha egy medvekaparást Dél-Afrikában írásnak minősítenek, azt habozás nélkül közlik. Tehát sajnos ez a helyzet. De térjünk vissza a történethez. Tehát ezek a jelek olyan régen keletkeztek, a kőkorban már el voltak terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. A széke írásnak 20 vagy 50 jele. A legrégebbi az a 15-20 ezer éves Mász de Azili jelkészlet, ahol 20 jelünk azonosítható. 20 jel az olyan sok, hogy tévedésről nem lehet szó. Tehát elmentem a Matematikai Kutatóintézetbe, és ott Nemes Tibor segítségével, aki tankönyvet írt a valószínűségszámításról, tehát feltehetően értett hozzá. Végeztünk egy valószínűségszámítást, és annak az lett az eredménye, hogy ilyen fokú hasonlóság csak akkor lenne elképzelhető, ha az emberiség a története során 10 a 75-en számú ABC-t alkotott volna meg. Most nem alkottunk meg annyit, néhány százat esetleg. De azok is egymásból lettek másolva, tehát valójában egynek számítandó.
És hát ott vannak Amerikában is, meg a két végpont, a Pireneusok és Amerika között mindenütt. Hát a kínai írásban 50 jelünk van, meg lehet, hogy több is van, de 50-nél azt mondtam, hogy nekem ennyi elég. A Sumérban, a Hettitában, az Egyiptomiban és még néhány más jelrendszerben körülbelül 20 jelünk van. És ezt csak azért mondom, hogy ebből a nagy elterjedtségből lehet arra következtetni, tehát ezek körülbelül 15-20-30 ezer éve szóródtak szét, hogy ezek központi területről indultak el, egy közös őshazából, mert véletlenül nem csinálnak az emberek hasonló jeleket. Ezt a valószínűségszámításunk bizonyította, hogy itt nem véletlenről van szó, hanem genetikus kapcsolatról. És az én dolgom volt, hogy erre magyarázatot találjak, és arra a következtetésre kellett jutnom, hogy egy központi őshazából terjedtek el szanaszék. Ez a központi őshaza az Ószövetségben Édenként vagy Paradicsomként említett létező földrajzi terület, az Ararát körüli négy szent folyó által öntözött vidék. Ezt annál is könnyebb azonosítani, mert a székelyírás F betűje, ami a kínai írásban azt jelenti, hogy föld, és az asztrológusok jelrendszerében is azt jelenti, hogy föld, tehát több ezer éves jelekről van szó. Ez az Ararát körüli Édent ábrázolja. Az egy pontból négy irányba induló szent folyókat, az Ószövetség a nevüket is megmondja, ebből kettő azonosítható, a Tigris és az Eufrátesz, tehát nincs szó tévedésről. Na most ebből az őshazából kb. 45 ezer évvel ezelőtt indultak el a Homo sapiens sapiens hordái, csoportjai. Tehát az írásnak 50-60-70 ezer évvel ezelőtt meg kellett születnie, ott abban a közös őshazában. Igen, ám, de akkor nem a könyvelés számára született meg, hanem a vallás számára. Tehát ezek vallásos jelek, ezért a hieroglifa szó az tökéletesen illik rájuk, ami azt jelenti, hogy szent vésett. És ez a magyarázata annak, hogy nem is lehet vele leírni az egri csillagokat sem, de a háború és békét sem. Néhány mondatot, néhány vallásos jelentőségű mondatot lehet csak leírni, többet nem. Tehát hiába, ha az írás kezdeteit találjuk, akkor szükségképpen nem olyan írást találunk, mint amilyenhez a latin írás szoktatott bennünket. Ez egy primitív írás, de úgy is mondhatjuk, hogy egy szent írás, teljesen mindegy. És a világ legszebb írása, legalábbis, amit itt a képeken is lehet látni, ez arra utal. Na most nézzük a következő képet. Ja, még a Bálint Csanád, ha már szóba került. Lesz itt néhány kép, ahol majd bemutatom azokat a turulábrázolásokat, amelyeken jelek vannak, olvasható jelek. Tehát Bálint Csanád, talán volt egy rövid kapcsolatom, amikor ő a Régészeti Intézet igazgatója volt. Ez fönn volt a várban, abban az épületben, ahova én még a legelső munkahelyeimről jártam, volt ott egy számítógép, és mint programozó ott programoztam, úgyhogy szívesen mentem oda. Azért kerestem meg Bálint Csanádot, mert sikerült megvennem 6000 forintért a budapesti huni jelvényt, amelyiken ezt öt régész mondta, hogy hun vagy hunkori, és én ezt ellenőrizni szerettem volna, mert magyar szöveg volt rajta. Hát ugye nagy dolog, hogyha a hun-magyar azonosságot lehet bizonyítani egy kis írásemlékkel. Nos, bekopogtattam Bálint Csanádhoz, megmutattam neki, egy fényképét ott is hagytam, azt ő eltette az iratai közé, és behívta a Régészeti Intézet legjobb hun korosát, Hadházyné Vadai Andreát. És úgy mutatta be nekem, mint a legjobb hun koros régészét. És hát ők egyértelműen mind a ketten azt mondták, hogy ez hun vagy hunkori emlék. Ez nagyon fontos volt nekem. Utána én felajánlottam ezt a jelvényt a Országos Széchenyi Könyvtárnak, ahol akkor nyelvemlék kiállítást rendeztek, hogy hát ez akkor egy nyelvemlék, tessék ezt közölni. És hát nem akarták, semmiképpen nem akarták.
Két éven keresztül udvaroltam nekik, de még csak az igazgatóig, Monok István küszöbéig se jutottam el, mert nem voltak hajlandók szóba állni velem se, meg a lelet se érdekelte őket. Az egyik nő azt mondta, hogy hát ez nem elég szép itt, és itt most szép dolgokat akarunk kiállítani. Hát mondom, akkor a Szent Koronát hozzák oda, annál szebbet nem lehet kiállítani, és azon is vannak magyar jelek. Elolvasható magyar jelek. Hát erre aztán néztek rám, mint egy futóbolondra. Na, lényeg az, hogy elérkezett a kiállítás megnyitója, és én megírtam a történetet, hogy én felajánlottam a nyelvemléket az Országos Szépségkönyvtárnak, de nem hajlandó kiállítani. Hát erre utolsó pillanatban kitettek egy mentegetőző feliratot, hogy hát azért nem fogadtuk el a rovás emléket, mert hogy a megrendelő akadémia csak latinbetűs nyelvemlékeket rendelt meg. Na, ez elég buta kifogás volt, mert elárulta az akadémiát. Mégis a megnyitón megjelent a nyelvészvilág színe virága, és botrány lett belőle, aminek eredményeképpen az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját úgy kirúgták, mint macskát sétálni. Hát akkor nem, ha nem kell a Széchenyi Könyvtárnak, akkor elviszem a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Hát ott, mivel előzőleg öt régészt mondta a Hun Korinak, bekérték megvizsgálásra. Egy hónapig vagy kettőig is vizsgálgatták, és a végén ők fogalmaztak egy szerződést, azt éppen most tettem közé a blogomban. Ennek az volt a lényege, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű lelet, amit ők köszönettel átvesznek. Nekem két feltételem volt, hogy közöljék egy tudományos folyóiratban, és állítsák ki. Most egyik sem teljesült. Rövid időre, egy-két hétig ki volt állítva, de minden különösebb felhívás, magyarázat nélkül, holott hónapokat töltöttünk el a magyarázó szöveg megfogalmazásával, de hát ugye nem tudtunk benne egyetértésre jutni, hanem utána a restaurálás címén lereszelték a jeleket hordozó felületét. És utána azt mondták, hogy ezek csak latin monogramok, ez csak egy latin monogram, a 19. században készülhetett, valószínűleg ládika veret volt, és egy íróasztal fiókból kerülhetett elő. Hát akkor szereztem egy ismerősömet, aki fémipari szakember volt, ő megvizsgálta a nagyítóval, és azt mondta, hogy a repedések mélyén, amit nem sikerült lereszelniük, malahitosodás nyoma van, ez arra utal, hogy nagyon hosszú időt tölthetett földben. Na hát erre más hazugságot kellett kitalálniuk, úgyhogy elképesztő kálvárián ment keresztül ez a szegény jelvény. Na, lényeg az, hogy akkor azt kértem a múzeumtól, hogy hát kérdezzék már meg Bálint Csanádot, meg főleg Hadházinné Vadai Andreát, hogy mikor is ez a jelvény? Mit mondott akkor? Ismételje már el nekem. Ugyanis mondott egy érdekes dolgot, hogy ugye ez a rézlemez tartalmaz egy vas csapot, pontosabban annak a maradékát, egy kis tűt. Mintha van egy kitűző, hát annak is van egy tüskéje. Ez a tüske letört, de egy kb. 2 mm-es csonk még kiállt belőle. És azt mondta, hogy ez olyan tökéletesen van rögzítve, hogy ebből lehet látni, hogy ez még az avarkor előtti technológia. Az pedig úgy történt, hogy volt az olvadt réz, beleöntötték valami mélyedésbe, és abba belenyomták ezt a vas tüskét. Később már másképp jártak el az avarkorban és utána, kifúrták és beleütöttek egy tüskét, ami általában nem bizonyult olyan erősnek, és ki is esett. És ezért valóban nagyon sok későbbi hasonló tárgyból hiányzik is. De ebben benne van mai napig a csonkja. A reszelés ellenére ott maradt a töve. Na és azt szerettem volna, hogyha ezt megismétli, Andrea a múltam kérdésére leírja a pecsételés, akkor hát ez mégis egy korra utaló valami. Hát erre mit ad Isten? Megismételtették,
De én nem kaptam meg Andreának a szakvéleményét, hanem annak egy írógéppel írt kivonatát, amelyiken nem volt semmiféle aláírás, és egy szót sem szólt a korszakolásról. Tehát micsoda régészeti leírás az, amelyikben pont a kor meghatározása hiányzik is. És miért nem nézhetem én meg az eredetit? Erre sose kaptam választ. Ez azt jelenti, hogy valamit titkolni akartak előlem. Most én telefonon felhívtam a Hadházyné Vadai Andreát, és azt válaszolta, hogy nem kíván ezzel többet foglalkozni. Tehát egy különös eljárás, mindez Bálint Csanád intézetében zajlott le. És volt még egy érdekes dolog, 1999-ben Magyarország volt a Frankfurti Nemzetközi Könyvkiállítás díszvendége. Makovec Imre és egy másik építész tervezték a kiállítás belsejét, és úgy gondoltak, hogy rovás jeleket tesznek ki installáció gyanánt. Hiszen ha könyv, akkor ahhoz köze van az írásnak, ha Magyarország, akkor a rovás jeleknek ott kell lenniük. Igen ám, de ezt megtiltották nekik. Makovec Imre ezen annyira feldühödött, hogy felmondta a megbízását, és ott hagyta őket. A sajtóban vita keletkezett, ahol a Makovec Imre a kiállítás egyik rendezőjét lehazugozta. Tehát biztosan igaza volt, mert az Imre bátyánkat azt sokan tiszteljük. Lényeg az, hogy én akkor arra a kiállításra három könyvvel készültem, ez az egyik. Először a könyv kiadáshoz, annak a fordításához stb. Lehetett pénzt igényelni, de hát az enyémre, az én kérésemre nem is válaszoltak. Utána, miután saját költségen kiadtam, nagy nehezen, azt kértem, hogy állítsák ki. Hát ezt aztán elfogadták, ezt a három kötetet, és megkérték a Bálint Csanádot, meg a Rónata Sandást, hogy értékelje már a könyveket. Na most a vicc az, hogy amikor én jártam a Bálint Csanádnál, akkor vittem magammal egy csinos fiatal ügyvéd nőt, és kettőnk előtt jelentette ki a Csanád, hogy ő nem ért a rovásíráshoz. Tehát pont. Nem értek a rovásíráshoz. Pont. Ezt én becsületes dolognak érzem, mert hát az ember valamihez nem ért, azt jelentse ki. Csak hogy utána nem kellett volna elfogadnia ennek a könyvnek az értékelésére vonatkozó megbízást. Erre ugyanis az van írva a székely rovásírás eredete. És ha valaki nem ért a rovásíráshoz, az egy ilyen című könyv értékelésére se vállalkozzon. Mind a ketten negatív véleményt adtak róla. Gondolom ehhez ki se kellett nyitniuk a könyvet. Mellesleg itt van a címlapján az a budapesti hunnyelvény, amelyekről az előbb beszéltem. No, tehát eddig a történet, és hát ugye egy olyan embertől, aki nem ért a székely rovásíráshoz, nem várható, hogy a turulokon felismeri a székely rovásbetűket. Hiszen ha fogalma sincs róla, hogy hogy néznek ki, mert ha nem ért hozzá, ez nagyjából ezt jelenti, akkor hiába látja a turulokon, nem ismeri fel. Most ezek apahidai hun turulok. Nekem se tűntek fel azonnal ezek a jelek, de például itt van a nyak. Ugye itt van egy hármas halom, és itt mellette ez a székely írás kis R betűje. Így néz ki a hármas halom egy árpádkori címeres zászlóból, a képes krónikából, ez pedig a kis R betű. Hát ennek van majdnem vízszintes vagy teljesen függőleges változata is. Hát ez az R betű a székely írásban, ez pedig a heraldikában azt jelenti, hogy ország. Most az R betű, az a körbezárt pont alakú napjelképből alakult ki, valahogy úgy, a kínai írásban ennek megfelel egy nagyjából négyszög alakú keretben van egy ferde vonal. Tehát a középső pont az egy ilyen ferde vonallá változik néha. Miért? Mert például róni könnyebb egy kis vonalat, mint egy pontot, és az ecsettel is valószínűleg könnyebb egy kis vonalat rajzolni. Most ez a
jel az egyiptomi hieroglif írásban Rá napisten jele. A hettita hieroglif írásban ez szintén a Rá szótagjel, nálunk pedig az R betű, annak is az egyszerűsített változata, de hát feltételezhetően ez a Rá napisten jelével rokon. Ez nem azt jelenti, hogy egyiptomi eredetű, csak azt, hogy az egyiptomiaknál is fennmaradt ennek a nemzetközileg elterjedt jelnek egy változata. Hát ezt pedig a heraldikusok tudják, hogy ez az ország jele. Tehát ez vagy azt jelenti, hogy Rá országa, vagy azt, hogy ragyogó ország. Én ezt inkább ragyogó országnak fordítom, de megengedhető az a magyarázat is, hogy ez Rá, tehát a napisten ország. Ez a napisten név, ez sok szavunkban szerepel. Például a reggelt valaki úgy magyarázza, hogy Ré-kel. Ugye milyen logikus? Vagy a szikra végén is ott van Ara. Nyelvész kellene hozzá, aki ezeket kibogozza. Lényeg az, hogy ide a nyakára van írva egy értelmes mondat, amit székely rovás jelek, illetve magyar hieroglif írás jeleivel el lehet olvasni, de ezek szójelek. És aztán vannak itt más jelek is, de most ezeket nem bogarászom. Tehát ezek turulok, hunok által készített turulok. Aztán itt van ez a Gizella kincs turulos fibulája. Csomor Lajos azt mondta, hogy ezt az avarok készítették. Na most itt nem tudom, látják-e, a nyakán szintén olvasni valóban. Nem csak ott, ezek az idézetek itt körbe, ezek mind a turulról, a fibuláról valók. De ami a nyakán van, az itt ki van nagyítva. Hát ez az a bizonyos R betű, a Rá, vagy ragyogó jel. Itt pedig újra a hármas halom van, ez pedig előtte a székely N betű előzménye, a nagy szójel. Tehát ragyogó nagy ország, vagy Rá nagy országa. A hettita hieroglif írásban pontosan ilyen a nagy jele. Most nálunk itt van fölötte ez az N betű, ez felel meg az N betűnek, ez pedig a Rá vagy ragyogó jelnek, itt pedig az ország jele. Tehát az N betű azért változott függőlegesre, mert itt ugye még vízszintes, hát ugye így kellene elképzelni, mert róni csak függőleges jelet lehet. Ugyanezt vízszintesen nem lehet egy fapálcával, bicskával, vagy körülményes lenne. Lényeg az, hogy ennek is a nyakán ott van egy magyar mondat, de sok más mondat van rajta még ezen kívül is. Tehát ez egy turul. És hát van még itt egy érdekes tulajdonsága. A madaraknak itt van a kloákájuk, a nemző szervük, és hát ez így látszik. Most a kör benne ezzel a fával, ez valószínűleg az us, vagyis ős jele. Ez a két koncentrikus kör, ez a lyuk, vagy lyukó jelnek felel meg, és benne ez a kis növényszerű ábrázolás, ez a ten. Tehát együtt úgy lehetne olvasni, hogy lyukó ős ten. Most tekintve, hogy a kloáka nyílás is egy lyuk, és abból jön az élet, érthető, hogy az Isten szót miért tették ide. De a ten, a teng és a tenyész szavak tövében azt jelenti, hogy élet. Tehát jó helyre tették. Ez az élet forrása, ez a lyuk az élet forrása. Nagyjából ezt jelenti ez a mondat. És hát ez az Istenre is jellemző, ő az élet forrása. Ez egy kercsi ékszertöredék, két turulábrázolás van rajta, a szemük, a már említett lyukó jel. Itt pedig egy fa van ábrázolva, ez a szár jelünknek, itt látszik, a képszerűbb ábrázolása, az egyszerű lineáris ábrázolás az itt látható. Ez a székely írásban az S betű, ami a hunkorban szárnak hangozhatott. Ez itt a székely írás ellipszilonos J betűje, ez pedig a lyuk vagy lyukó jel. Itt van a nagy jel, amiről már beszéltem, és itt van a székely N betű.
Itt van az, az üdő, vagy időjel, de ez a székelyírásban az ü betű, így néz ki az ü betű. Tehát az üdő szavunkból lett az, az ü betű. És ez miért érdekes? Mert a sumér akkád utu szár, vagyis magyarul időúr, a napisten neve. De ez az utu, sumér utu, és a magyar üdő, az ugyanaz a szó. És azt hiszem, a törökben is van egy üd alakú szó, ami talán napot jelent, de erre nem merek megesküdni. Meg kellene kérdezni egy turkológust. És a szkítáknál a napistent Ojtoszürnek hívták. Tehát magyarul üdő úr, sumérül utu szár, szkítául Ojtoszür. Ugyanarról a szóról van szó, és a jeleik is hasonlóak. Tehát végig lehet követni a sumértől napjainkig. Tehát ezek a turulábrázolások is igen régi hagyományt őriznek. Itt van egy osztrogót, ezt azt hiszem San Marinóban találták. Itt a közepén a körbezárt kereszt látszik, ami a föld jele. És akkor itt a sarkon, itt ez egy sarokjel, vagyis sár jel, ami amit ma úrnak lehet nevezni. Itt a lépcsős toronytemplomnak van egy ábrázolása, ez az oldala a magas, a másik oldala a kő olvasható, mert együtt magas kő jelentésű. De ha közben is van egy jel, ezt mondjuk úrnak lehet most fordítani, akkor lehet olyan mondatot itt kiolvasni, hogy magasságos úr köve például. Tehát középen mindig annak az Istennek a neve vagy jelzője van, akit a magas kövön egy templom körzetben tisztelnek. Tehát egy biztos, hogy ezek a kerek jelek, ezek mind Jukónak olvashatók, ez itt mellette saroknak, vagy sárnak, úrnak, tehát akkor együtt Jukó úr, mert a szár vagy sár szavakat mai magyarsággal úrnak kell olvasni, hogy értelmes szöveget kapjunk. Ez kivétel nélkül minden ilyen hieroglifikus emléken tapasztalható. Most ez egy frank turul, amelyiknek a mellén kartusban, keretben van egy szöveg, ez itt egy edény. Abból nő ki ez a növény. Ez itt a nagy, ez is a nagy jele, ezek itt a ragyogó, vagy ragyogónál ragyogó szövegnek a jelei. Itt van egy szárjel, az égigérő fa szára, ami azonos az Istennel. Ez pedig itt az ős jele, tehát hogyha a szár helyett azt kell olvasni, hogy úr, akkor a kettő együtt ős úr. Tehát nagyon nagy, ragyogónál ragyogóbb ős úr. Nagyjából ez van ráírva. De ha ezt megértjük és elolvassuk, akkor ez a turul nem egyszerű ragadozó madár, hanem egy szent madár, a turul. És el lehet rajta olvasni. Ez egy meroving turul, és hát természetesen ők is a székely rovásírás megfelelőit alkalmazzák. Ezek a jelek vannak rajta, ez a magas, ez a kő, ez pedig a szár. Ugye mit mondtunk? Hogy a magas kő az a lépcsős toronytemplom, vagy a világoszlop jele, és középen pedig az Isten. Tehát ha ezt szár helyett úgy olvassuk, hogy úr, akkor magasságos úr köve. Tehát annak a toronytemplomnak, annak a templom körzetnek az elnevezése, ahol az Úr nevű Isten tisztelték. Ja, és ez a merovingoknál maradt fent. Miért? Mert Attila halála után alakították meg a meroving birodalmat, és a hun hagyományok, a hun államszervezési tapasztalatok segítségével. És ahhoz kellettek ezek a jelek is, mert ez készen volt és szolgálta az uralkodókat. A tömeg megszervezésére lehetőséget adott, és ezt kihasználták. Hát itt kétségtelen, hogy a ragyogó szójelek, vagy a rá szójelek vannak sorozatban. Azért szokták ezeket gyakran ismételni, mert az ősallási szertartások valószínűleg úgy kezdődtek, hogy szólongatták az Istent.
Ragyog. Talán ez ennek az emléke. És akkor itt feltehetően volt egy piros ékő, csak az már elveszett, de ebből a pontozott háttérből sejtem, mert az ékövek hátterében ilyen mintázatot szoktam látni, és ez meg lehet, hogy az ős jelünk. Viszont ha ez is egy ékő, és ez is egy jel, akkor ez is csak egy R betű lehet, egy rá jel. De lényeg az, hogy biztos, hogy legalább itt ezek elolvashatók, de ha ezek elolvashatók, akkor a többi is. Tehát ez egy toró. Ez a komárom-szentpéteri hajfonat korong, ragadozó madár, hát a szeme az lyukó jel. A hunok és az avarok így hívták a napistent, vagy legalábbis ez volt az egyik neve. Két földrajzi nevünk is őrzi ezt a szót. Van egy lyukóbánya Miskolcon, és van egy lyukó nevű település délvidéken valahol. És akkor itt van rajta ez a hegy, amelyik ennek a tetején áll egy folyó. Hát ez az északi sarkon elképzelt sarokhegy, és ez pedig a tejút jele. Hát ezt lehet esetleg egy akjelnek értelmezni, az a patak szavunkban és a Heraklész szóban is szerepel, de hát nálunk csak úgy hangzott, hogy ak. Esetleg volt egy olyan változata, hogy óg. Ezért van az, hogy a sarokszavunk hasonlít a Heraklész névhez, annak a tövéhez. Her az urat jelent. De úr-ak helyett mi óg-úrról beszélünk, ezért vagyunk mi ogur népek, óg-úr leszármazottai. És a görögök elmondják, hogy a szkíták őse Heraklész. Tehát biztos, hogy az ősünkről van szó, aki több nevű lehetett, és aki azonos volt a világ sarkaival. Ezért van az, hogy a sarok szavunk azonos a Heraklész névvel. Azért voltak a sarkoknak istenei, mert a föld és az ég között csak a föld sarkain keresztül lehetett kapcsolatot találni. A lényeg az, hogy ez a komárom-szentpéteri turul is jeleket hordoz, amit el lehet olvasni. Ez a jel egyébként szerepel a Szent Koronán is, ez a hegyen folyó jel. De nem ez az olvasata, ez csak a képi tartalma. Azt hiszem, ketten is vannak, de erre nem merek megesküdni, akik ezeket is jeleknek tekintik. Na most ez a rakamazi turulos korong, erről már beszéltem az előző előadásomban, ennek az a lényege, hogy itt ezek jelek. Tehát a madaraknak nem szokott a szájában lenni ilyen valami, a torkán sincs ilyen jel, és a fején sincs ez a bóbita. És hát rájöttem, hogy ha fejjel lefele nézzük, akkor el lehet olvasni. Itt vannak alatta a megfelelő székely jelek. Ez jó, úr, ős, ten. Tehát jóságos úristen. Nagyjából ez van odaírva. Tehát erről volt szó, Bálint család erre kérdezett rá, hogy László Gyula mire alapozza, hogy ez turul, meg a többiek is. Hát mire? A hagyományra. Ha a krónikáinkban fennmaradt, hogy az Árpád-ház őse a turul, és ilyen turulábrázolásokat találunk a honfoglaló sírokban, akkor joggal gondolunk arra, hogy hát ez a turulábrázolás. Bálint család kérdése jogos volt, mert hát ugye bizonyítsuk már valamivel. Na de hát kötözködésnek tűnik olyan emberről, aki nem ismeri a székely rovásjeleket. Hát hogy akar foglalkozni a magyar őstörténettel valaki, aki büszke rá, hogy ő nem ismeri. Hát, úgy elástam volna magamat szégyenletembe, ha én a régészeti intézet igazgatója vagyok, és ilyen tudatlanul merek vállalkozni ilyen könyvek értékelésére, amire oda van írva, hogy rovásírás. Kérem, ez az a könyv, amelyiknek köszönhetően Varga Csaba elkezdett foglalkozni a székely rovásírással. Ő elmondta nekem többször, szemrehányólag is, persze csak tréfásan, hogy Géza, neked köszönhetem, hogy elszegényedtem. Mondom, hogy. Hát addig, amíg filmes voltam, addig jól éltem, de most már, hogy székely rovásírással foglalkozom, neked köszönhetően, azóta
de hát megbocsátotta nekem, mert ez egy nagyon érdekes téma. Ez egy Árpád-kori gyűrű, egy fémkeresős találta, és az interneten küldte el nekem. Hát itt van rajta egy jel, két jel, három jel, ezek valahogy így párosíthatók. Ez a magas jele. A kínai írásban a három hegyetből rakott lépcső, az a magasba vezető út, azt jelenti. Nálunk az M betű, tehát akkor a magas, vagy annak a töve a ma szótagjel jele. Hát ez holdnak látszik, de egyúttal ez a nagy jele is. És ott van fenn a csillag, ami bizony nagyon emlékeztet az üdő jelre. De akárhogy is vesszük, itt bizony jelek vannak. Mert még hogyha azt a kettőt a nap és a hold jelének magyarázzuk, ezt nem tudjuk másnak magyarázni. Ez egy rovásbetű. És hát miért ne lehetne a nap és a hold is egyúttal egy hieroglifa? Mondjuk a nagy jel, az úgy gondolom, hogy a nagy ég jelképe. Tehát a hold is ott van az égen, de hogy pontosan megfeleltethető egymásnak, azt arra még több bizonyíték kellene. Az üdőjelről pedig tudjuk, hogy az a nap egyik jele. Úttónak hívták a somérek is. Tehát ez így rendben levő, napnak is mondhatjuk. De a székelyírásban ez az ü betű, ami az üdő szójeléből ered. Most egy ukrajnai hun kincslelet egyik darabja, ez a madár. A szeme, az, ahogy szokott lenni, a lyuk vagy lyukó jele. Itt alul ez az R betű, a vízszintes R betű. Na most, hogy itt két R betű van-e, vagy egy, hát nincs jelentősége, sőt, még az is lehet, hogy ez meg a szár, vagyis az S jele, akkor úgy kell olvasni, hogy ragyogónál ragyogóbb, lyukó úr, mert a szár helyett azt kell olvasni, hogy úr, ha értelmes szöveget akarunk. És persze látjuk, hogy a sorrend megbicsaklik. Tehát az alját kell kiolvasni, aztán a tetejét és a végén a közepét. Ez azzal magyarázható, hogy a lyukó úr szöveg az már hamar egyetlen jellé vált. És akkor így erre magyarázatot kapunk. De a lényeg az, hogy ez is egy olyan madárábrázolás, amelyiken jelek vannak elolvashatók. Tehát ez egy turó. Na most ezek lehet, hogy varjuk, és végül is a varjú is ragadozó madár, az égigérő fa ágain honolnak, ami azonos a tejúttal, egyúttal a királyság szimbólumával is, azért van a magyar címerben. Hát jó lenne tudni, hogy a régiek ezt hogyan magyarázták, hogy a madár az nyilván az Isten jelképe volt, és tőle származik a királyi hatalom. Valószínűleg valahol itt lehet a magyarázat lényege. Ez Kubán vidéki hun diadém dísze lehetett, de maga a diadém nem került elő, csak ez a dísz. Na, ez egy osztrogót turul, hát az a közepén egy hatalmas nagy ékkő, ami a lyukó jele, tehát a napisten jele, a turult a napistennel azonosítja. A gótokat a hunok verték le, de miután a hunok csillaga is leáldozott, nyilván rengeteg hun aranytárgy került a germán népekhez, akár az osztrogótokhoz is. De az is lehet, hogy ezt csak hun mintára ők készítették. Nem pontosan olyan ez az ékszer, mint amilyet hunnak gondolunk. Ez szintén egy osztrogót jelvény, középen egy lyukó jel, és itt pedig, ugye itt szintén a lyukó jel ismétlődik meg, ez itt egy nagy hieroglifa, ez az S-szerű kanyar, ez pedig az ügy szójele. Tehát lyukó a nagy folyó. Azt lehet elolvasni, és akkor ezt körbe lehet többször is. Most van egy érdekes, Alaszkának a legnagyobb folyóját Yukonnak hívják. És annak az egy indián szó, és azt jelenti, hogy nagy folyó. Tehát ha itt azt olvasom, hogy lyukó a nagy folyó, és a Yukon is ezt jelenti, a nyelvészeknek hátán feláll a szőr természetesen, de hát azért van. Talán úgy lehet elképzelni, mert hiszen szó szerint nem lehet lefordítani, mert az N betű az indián folyó név végén nem jelentheti azt, hogy nagy, és az ügyszavunk, vagyis a folyó szó, az meg nincs ott sehol.
A Yukó az nem jelentheti sem azt, hogy indián nyelven, hogy nagy, se azt, hogy folyó. De a Yukon együtt mégiscsak kapcsolatban lehet ezzel. A Yukó a nagy folyóval. Például egy hun sámán, mert azt hiszem Krisztus előtt 5000 táján a hunok ősei, azoknak egy része ment át Amerikába indiánnak. Ezt most hallottam nemrégen, azt hiszem Horváth Csaba nevű történésztől, hogy tehát Krisztus előtt 5000 táján tudott dolog, hogy a hunok ősei átmentek amerikai indiánnak, és néhány amerikai indián törzsel genetikus kapcsolat mutatható ki közöttük. Hát, és ez magyarázná néhány jelünk oda átkerülését is, de persze nem magyaráz meg mindent, mert a genetika csak néhány törzsel mutatja a hunrokonságot, de a jeleink ott vannak Észak-Közép- és Dél-Amerikában szinte minden törzsnél, ahol jeleket lehet találni. Összesen vagy 30 jelünk van meg az amerikai indiánoknál. Ezt én úgy gondoltam megmagyarázhatónak, hogy hát Amerikában több hullámban vonultak át, és mindegyik hullám vitte a jeleinket, vagy volt egy erőszakos csoport, amelyik egész Amerikában elterjesztette a jeleinket. Na most mindegyik különös, mindegyik hajmeresztő magyarázat. Nem akarom én egyik mellett se letenni a voksomat, csak azt állítom, hogy az amerikai indiánok jeleiből legalább 30 jel azonos a székelyírás jeleivel, és főleg a hunok és a szkíták legkorábbi jelkészletével. És hogyha ezt a genetikusok is ilyen értelemben alátámasztják, hát akkor hol van az a honfalvi, aki ezt kétségbe vonja? Már nincs sehol. No, a Yukonnal való magyarázatot pedig esetleg úgy lehet elképzelni, hogy az indiánok nem értették ezeket a szavakat, meg a jeleket külön-külön, hanem csak amikor erre azt mondták, hogy Yukó a nagy folyó, akkor ebből a Yukont értették meg hogy hát ez valami folyó, közel lehet a folyóhoz, és így elnevezték erről a fogalomról Yukonnak a folyójukat. De persze erre semmi bizonyítékom nincs, ez csak egy vad gondolatmenet. De feltűnő ez a hasonlóság. Hogy pont ott a Bering-szoros túlsó felén már mindjárt ilyen ismerősnek tűnő szóba botlunk. Ez az Arucsajdengi, más néven ordoszi vagy hohoti hun korona. Ennek a madárnak a feje türkiszből van és billeg. Igen. Na most itt alul pedig kecske ábrázolások vannak, és a szarva ilyen feltűnően fel van nagyítva, és a domborulataik is. Hát ez elolvasható, a kacskaringó az a jó jele, a hegyek sorából rakott lépcső pedig a magasba vezető út, vagyis a ma szótag jele. Úgy olvasható ki, hogy jó ma, és ez a jó ma ligatúra a világok sarkára illik. Van olyan kirgiz szőnyeg, ahol szintén a szőnyeg sarkait díszítik vele, meg az amerikai indiánoknak ez a legnépszerűbb, leggyakrabban használt jele. Kőbe vésve, szőnyegbe, stb. De vázára festve megtalálható. Ez a jó maligatúra, ez a magasba vezető folyó a képi tartalom alapján. Mert hiszen a világ sarkain volt az út az Istenhez. Ez a regői leletek egyike, ez itt egy két fejű sasmadár, itt a Yukó-jel, ez pedig a Bél jele. Tehát Bélnek hívhatták a fiú istent, aki azonos volt a nappal. És az utolsó, Dúsz Laci barátunk, ez egy lisztmerő kanál, és azt mondja, hogy hát ez bizony egy turulábrázolás. Ő írt egy könyvet a turulról. És itt ez egy napjelkép. Egy napjelkép. Ebből következően, aki ezt a kanalat faragta, vagy tudta, vagy az őseitől másolta, mi szerint a turul az azonos a napistennel, és hát ugye az eddigi ábrázolások, illetve nyelvemlékek alapján ez tudható.